Gyurmót FC Győr, Győri Eto FC Liga Kupa 4. fordulójában 2-2 mérkőzés követően Pintér Attila urat a vendégek vezetőjét kértük meg, hogy értékelje a találkozót. Egy nagyon jó mérkőzés játszottunk ismét, én azt gondolom az első fél idő volt egy picit pontatlanabb, amikor mind a két csapat egy picit pontatlanabbul játszott, de akkor is azt gondolom, hogy meg tudtuk fordítani a mérkőzést. A válogatott játékosaink visszatértek, igaz nem tudtak annyit pihenni, úgyhogy úgy döntöttünk, hogy két játékost játszhatunk. Fél időben változtattunk, azt gondolom, hogy második fél időben sokkal jobban játszott a csapat. Voltak lehetőségeink, amiből nem tudtunk olyan arányba értékesíteni, amit szerettünk volna. Illetve amikor emberelőnybe kerültünk, a Mareknak a lába, nem tudom, hogy mi történhetett, mi van vele, és egalizálódott a helyzet, és egy gyönyörű szabad rúgás után ki tudott egyenlíteni a Gyirmot, úgyhogy sok sikert kívánok nekik a bajnokságon. Remélem, hogy nekünk meg a sérültjeink minél visszatérnek. Úgy legyen, mi lehetett az oka annak, hogy egy hete ötöt futottatok, most pedig csak idézőjelve így nem tett nálam futottak? Én azt gondolom, hogy most is megvoltak a lehetőségeink, de minden mérkőzés más és más. Úgyhogy én annak örülök, hogy a második fél időben egy jó örömű mérkőzést játszottunk. Nem dobjuk homokba a fejünket, látjuk, hogy egy picit azt gondolom, hogy figyelmetlenek voltunk, és egy kicsit lehet, hogy voltak olyan periódusaink, amikor egy picit fegyelmezetlenek is, úgyhogy ezeket a dolgokat ki kell javítanunk, és akkor megyünk tovább. Igen, van-e, akit ki tudnál emelni a csapatokból? Én mindig csapatban gondolkodom, és azt mondom, hogy a csapat rúgtag volt, a csapat kaptag volt. Mindenki az állapotához képest is azt gondolom, hogy oda tette magát, próbálta megtenni azt, amit kértünk, azokat a pár dolgot eltekintve, amit az előbb mondtam. Köszönjük szépen, gratulálunk, további sok sikert. Én is köszönöm. Két mérkőzés még hátra van a Liga Kupából, mit vár ezektől? Ezt nem értem ezt a kérdést, hogy mit váratok ezektől. Mi mindig úgy lépünk pályára, hogy győztesen hagyjuk el a pályát, ma is ez volt a célunk. Én azt gondolom, hogy példamutató, amit a Győr Eto tesz a Liga Kupában is. Úgyhogy én azt gondolom, hogy nagyon jó úton vagyunk ahhoz, hogy tovább jussunk ebbe a csoportba. Nagyon szépen köszönöm. Mérkőzés követően vezetőedzőnket, Csank János kértük meg, hogy értékelje a találkozót. Egy nagyon jó meccs volt, egyébként múltkori is, ott egy kicsit a gólkülönbség túlzott volt, de most azért mind a két helyen oldalon maradtam ki, meg voltak is helyzetek. Jó, gyors mérkőzés volt, mindenki csapat az érdekezését föl tud gyorsítani, úgyhogy belevitte a gyors játékba a másik csapatot. Nálunk több ember is hiányzott, hiszen nem voltak többen 100%-os állapotban, és hát a hozzáállásnak elleni találkozó miatt kicsit rizikós lett volna betenni őket, de szerencsére sérülést így több nem is történt. Bár egy kényszerű kapuscsa volt a kérdés miatt, ezért a cserébe bele kellett variálni, hogy mondja, amitől ezért tartózkodtam volna éppen, de hát sajnos meg kellett lépni. De mind a két meccs, és főleg ez most, mostanában beszélek, ez kimondottan jó volt. Nagyon jól dolgoztak azok, akik pályára léptek, és nagyon pörgős volt. Gyors volt a játék, ez volt a lényeg, és relatív elég pontos is. Igaz, hogy a körülmények jók voltak, mert a pálya is jó volt, kicsit vizes a teteje már ilyenkor, és gyors volt a labda is. Tehát egy kimondottan jó felkészülési mérkőzés volt. Ugye ezek az éles edzőmet csak úgy mondja. Ennek van értelme egyébként. Jól sikerültek a cserék, hiszen a két csere osztozza volt. Igen, hát mindenki jól dolgozott, mint mondta, azok is, akik beszálltak, jól érkeztek. Nagy Laci is jól érkezett, talán Boros előtt be tudta húgni a labdát a hálóba, de ez is lényeges volt, hogy lendedből érkezzenek. Az más, hogy azt megelőzően, a gólt megelőzően iszonyatos nagyot védett a Stevanovic, a magas vagy szabadrúgását
belemozdult az igaz, de tényleg a főső sorból szedte ki, de szerencsére nem tudta fölé tolni, csak a kap visszatolta a mezőnybe, és ebből tudtunk gólt lőni. Nem lett volna igazságos, ha legalább nem X, mert azért a Lakinak is volt az első fél időben, másodikban is helyzete, több olyan lehetőségünk volt, hogy kellett volna gólt lőnünk. És hát a gólok előtt egy-egy hibát azért el tudtunk követni, ami igazából nem is a nagy helyzetekből, mert volt azért nekik vagy kettő nagy helyzet, nem is abból voltak volt, hanem kicsit ilyen talált gólt lőttek, ami a védekezési problémákat hozza ki, mert mindig kitalálunk valamit, hogy kapjunk gólt. Elégedett vagy döntetlen, ami szerintünk igazságosnak mondható? Igen, egyértelmű, mert itt mondtam, a meccs nagyon jó volt, jó iramú volt, N4-es iram volt színvonalában is, tehát iramában is. Jó nézett ki a mérkőzés, mind a két csapat sportszerűre játszott, teljes erőködobásra játszott, nagyon sokat futottak a játékosok. Kimondottan jó hangulatú meccs, nagyon régen láttam ilyen jó hangulatú mérkőzést, hogy tapasztaltam, hogy a pályafutásom során. És még én visszautalnék a másikra is, bár ott 5-1-re kikaptunk, de az is nagyon jó volt, csak akkor sajnos egy lehetőséget túlvariáltunk, és több volt kaptunk, mint kett volna, de magában az egész mérkőzés 60 percen keresztül az a mérkőzés is kimondott a jó. Köszönjük szépen, hogy gratulálok!